18. fejezet A sok ágyúzás miatt azon a napon is, október 12-e, esett az eső. Csak este húzódtak szét a fellegek, amikor az erős őszi szél végig rohant a tájékon. A várbeliek látták, hogy a török a sáncokba gyűlt. Dobó csak háromszáz katonát hagyott pihenni. A többinek a törések körül készen kellett állania. Tizenegy óra felé az utolsó felhőt is elfújta a szél az égről. A telt hold szinte nappali fényjel árasztotta el Egert. – Fegyverre, emberek! – hangzott egyszerre mindenfelé a várban. – Fegyverre azok is, akik nem katonák! – spergett a dobokon a riadó. – Tehát éjjeli ostrom lesz. Talpra mindenki, aki eleven! – s a holdvilágos romladékok közül mindenfelől sisakos, lándzsás alakok bújtak elő. Bálint pap is fegyverbe öltözötten ballagott a piaci tartalékosok közé. A kezében akkora kopja, hogy vendégoldalnak is beillett volna. A két kosmáros is odasorakozott. A molnárok, az ácsok, a mészárosok, a belső munkás parasztok mind fegyveresen várták a parancsot. A vár népe érezte, hogy az utolsó próba következik. Kívül a török részdobok is peregtek. A sáncok árkaiba úgy ömlött a török had, mint felhőszakadás után a rohanó víz. Az ember áradat fölött lófarka zászlók lebegtek. A sáncokon túl a csúcsos süvegű török tiszteket lehetett olykor látni, amint a paripáikon ide-oda jártak. A holdfénynél villogott a lószerszámokon számokon az égkő és ezüst karika. Soknak a turbán patyolata ragyogó sisak köré volt csavarva. A tornyos turbánú jaszaulok ide-oda nyargalászva rendezték a támadó csapatokat. Éjfélkor meglobbantak a vár körül a török ágyuk, s öt percig tartó dörgés között okátták a várra a golyót. Azután fölhangzott körös körül a százezernyi torokból a Bismillah és az Allah üvöltés, és a lófarkas zászlók szinte röpültek a falakra. Az ókapu előtt s a fal tetején harminc helyen égett a tűz. A bombák, kalácsok és koszorúk sercegve fogtak lángot. Nagy, szikrázó ívekben száz meg száz tüzes szivárvány. De az ostromlók elszántan törtetnek, kapaszkodnak, erőlködnek, tolakodnak fel a falakra. Az ostromlétrák gyorsan kapcsolódnak. A létrákon mókusokként szöknek fölfelé a janicsárok, az aszabok és a gyalogsággá vált lovasság. Csattok fenn a csákány a létrák kapcsán, s a tűz és a kő. Allah Akbar, ja kerim, ja fettah! A lófarkas boncsokok vissza-vissza hanyatlanak, de új meg új kezek ragadják fel. A letört létrák helyét jók foglalják el. A lehult emberek vonagló testén át új csapatok özönlenek a létrákra. Olyan sűrűn rajzanak a falon, hogy eltakarják a testükkel. Ahol a résen kiszúr a magyar lándzsa, ott lehull a létráról a török, de nyomban ott a másik. Ki se kerüli a veszedelmes fokot, csak a szerencsére bízza, hogy a hasába megy az új szúrás, vagy elsiklik a hóna alatt a levegőbe. Kapu már nincs a váron. A falnak begerendázott szakadékait létrákon álló török fejszések bontják sűrű zuhogással. A felülről leesők magukkal rántják olykor a fejszéseket is, stűzben, svérben hempergőzve fetrengenek, míg a következő percben a tolongók teste elfödi őket. Allah Akbar! Ja Kerim! Ja Rahim! Jézus! S hull a a szám, csattog a csákány, durrog a bomba, recseg a létra, zuhog a fejsze, dübörök, tombol a vérzivatar. A palánkig inakodott föl egyszerre valami ötven ostromló. A palánk recsegve hajol kifelé. Megcsei elkapja egy legénytől a harci bárdot, s a palánk egy kötelére vág. A palánk a belekapaszkodó török páncélosokkal együtt lefordul, lezuhan és százával söpri le a farról a többit. Farra, farra! kiáltja megcsei, és egy másfél öles kopjával maga is a farra ugrik. Nagy négy szökkövek, s a zarbuzánoktól belőtt félmázsás vasgolyók zuhognak le a földön összekeveredetten hempergő törökökre. De alulról is száll a nyíl fölfelé, meg a kő, megcsei sisakrostéján pirosan ömlik a vér. Kapitány úr! Kiáltják neki figyelmeztetően. Tüzet! Tüzet! Üvölti meg Csei. csizmás lábával lesöpri egy tűzrakás parazsát a földön fetrengőkre. A magyar is hullafalon. falon. Egyik ki, a másik be. De nem nézik mostan ki a halott. Az elesett helyére új harcos ugrik a falra, és leduhintja a követ, az ágyugójót kézzel, míg nem újból megtelnek az ostromlétrák, s a falig ért törököt csákánnyal és buzogánnyal kell visszaverni. A földbástyán is épp olyan ádáz a viaskodás. Ott dobó vezeti a védelmet. Mikor már a bombák és tüzes koszorúk poklán is áttört a török had, gerendákat hozat. Fekteti a farra. Azokkal söpreti a törököt. A kis szünetet, amely így keletkezik, arra használja fel, hogy lóra kap, és az ókapuhoz nyargal, hogy lássa, mennyire tudnak ott ellenállni. Majd ahogy a tömlözbástja felől visszatér, látja, hogy ott szünetel az ostrom. Oda kiáltja a földbástyára a tömlőz épít. A bástyan épének már amúgy is oda volt a figyelme, valamennyi izgatottan várta már, hogy forgathassa a fegyverét. A palánkra állva, farra hajolva, ágyúra ágaskodva nézték, mint dulakodnak a szomszéd bástyán. Hát a tobószavára szinte ugrálva rohantak át a földbástyához. Történik azonban, hogy a török a tömlöz is megint nekiveti a létrát. Először csak kettő-három, azután tíz-tizenöt. Hogy onnan nem hull sem tű, sem kő, megindulnak nagy septem fölfelé. Mikorra az öreg sukán a falon áltában visszafordul, már fel is lükkent egy sisakos töröknek a feje. Tű az apádat! rikoltja az öreg. Oda hirtelenkedik a kopjával, s annak a bunkós végét égnek kanyarítva csapreá a török tized magával hull le a létráról. Ide, ide, hé emberek! Rikoltja sukán a másik létrának a népét döfölve. Pribék János az első, aki melléje futamodik, s az ágyumester csizmadia székét egy fellépő zászlós töröknek a szeme közé vágja. A lent őrködő várbeli katona segítségért fut. Két perc múlva ott terem Pető a pihent népet csapatával, s ott is száll a tüzes kalács, furkó, kő és bomba az ostromlókra. Dobónak is odafordul a figyelme. Látja, hogy a nemzeti színű zászlót golyó nyélben. elhozatja az állósereg zászlaját. Adja Nagy Istvánnak! Már akkor hajnalodik. Nagy István a hajnal piros világosságában fut fel a zászlóval. nincs rajta páncél, se sisak, mégis felhága bástya kiálló ormára, és keresi a vasfogót, ahová a zászlót betűzni kellene. Ne tűz ki! kiáltja dobó. Elragadhatnák! Abban a pillanatban Nagy István a szívéhez kap. Egyet fordul, s elvágódik a falon az ágyú mellett. Dobó elkapja a madárként feléje szálló zászlót, s bocskainak adja. Tarst, fiam! A hajnali világosságnál, a bolyki bástyánál is megkezdődik az ostrom. Oda nyolc zászlóval igyekeznek. A bíborban kerül napfénye égő rubingombá változtatja a boncsokok arany díszét. Már annyiszor megjárták annál a bástyánál, hogy csak a Jani csárság merészkedik újra, a hadak legvénebb és legpróbáltabb tigrisei. A fejükön sisak, az arcukon, nyakukon acéldrót fátyol, a mellükön, karjukon vas, a lábukon könnyű szatyán csizma. Gergely és Zoltai ott vitézkedik mind a kettő, egész éjjel tétlenül kellett virrasztaniuk, s hallgatniuk mozdulatlanul a másik bástya tüzes, lármás nagyostromát. No de annál jobb, ha világosodik. Valami 200 aszab vízzel telt tömlőkkel sorakozik a bástya elé. Mindegy, szórni kell a tüzet, mihelyt fejet ér. A török ott nem az ostromlétrákkal kezdi. Amint a védők felgyülemlettek a farra, egyszerre ezer kéz mozdul meg alant, s a védőket a kő és zápor borítja el. Zoltait egy kő fejen találta. Szerencse, hogy rajta volt a sisak. Csak az állatzójának a forgószögét törte el. Zoltai káromkodik. – No megálljatok, kutyák! – rikoltja az állatzót letörve. – Ezért ma száz orrot verekbe be a tietek közül. S nem is tellett bele egy negyed óra, már felfelhangzott a kiáltása. – Nesze, pogány, a sisakomért! – s egy másiknak. – Nesze, kóstoló egerből! Egy nagy tehénbőrös tárgy emelkedett ki a török táborból, hogy csuda volt nézni. Ötven aszab volt csak a hordozója, alája befért kétszáz janicsár. Gergely tüzes hordóért kiáltott, s meggyújtotta a vasvesszőre csavart olajos csepűt. Az óriás födél teknős békaként közeledett a falhoz. Ha a bőrt le is szedik róla csákjával, mikorra felgyújtják, fölér a falra. S még kérdés, hogy meggyújthatják-e. Nem csak a bőrt csepegett a víztől, hanem a fa is. A török okult. A nap kibukkant a kereti hegyek mögül, és szembesütött a Sándor bástya védőivel. A nap is a töröknek segített. Amint az ostromfödél a bássa lejtőjére ért, Gergely nagyot kúrjant. – Hasra! A legények el nem tudták gondolni, miért. A nagy puska ropogás megértette velük. A török azt teszelte ki, hogy a nagy tárgy tetejét puska csövekkel rakta körül. Organa sípokként álltak a csövek a védők felé. Azt pillantotta meg Gergely. – Talpra! – kiáltotta a sorlövis után. – Hordót! – legurította a tüzes hordót. A török nem borult már a földre a hordó elől, hanem vagy félreugrott, vagy átugrotta, störtetett tovább előre. Két hordót, kiáltotta Gergely. A harmadikat maga igazította lökésre, s maga emelte a kanócot, hogy meggyújtsa. A két tüzes hordó megint utcát söpört a lent nyüzsgő sokaságban. A harmadikat egy vastag derekú janicsár elfogta, s az út gödrébe lökte. Behányta a mikor rátaposott a földre, a hordó szétdurrant, s az égbe vetette a janicsárt a földdel együtt, s a körülállókból még valami húsz embert elcsapott. Ez meghőköltette a feltörekvő hadat, de hátul hangzott a jaszaulok iléri és szavul kiáltása, s a vizes tömlők sustorgása, amelyek a széthulló tüzet nagy gőzzel oltották. – Most csak követ rájuk! – kiáltotta Gergely. Meg akarta várni, míg sűrűn lepik az utat, s a falakat s az Allah üvöltés, mint százezer tigrisordítás, trombita harsogás és doppergés között elő is tört újra a had. A létrák erdeje közeledett a falhoz. Egy janicsár horgas végű kötelet dobott a falra, s a jatagánt a fogak közé szorítva majomi ügyességgel mászta meg a kötelet. A fejére kő hullott, s leütötte róla a sisakot. Kopasz feje olyan volt, mint a sárgadinje a beforrott kardvágásoktól. Mászott tovább. Gergely ráncsát kapott, hogy leszúrja. Mikor a török már csak egy ölnyire van Gergelytől, fölemeli az arcát. Izzat volt az az arc, a száj pedig lihegő. Gergelyt, mintha melbe csapták volna, úgy megdöbbent. Ez az arc, ez Gábor pap, az ő néhai mestere. Ugyanazok a szürke szemek, ugyanaz a vékony bajusz, ugyanazok a kiálló szemöldök csontok. Te a Gábor pap öcse vagy, kiállt a törökre. Az értetlenül mereszti rá a szemét. Üssétek agyon, kiáltja Gergely elfordulva. Már magyarul se tud. Alkonyatig tartott a nagy küzdelmi ostrom. Akkor a török minden oldalán fáradtan vonult el a falak alól. A vár körül ezrével hevert a török holtest és török sebesült. A csontjaikban törött vonaglók, ej vájetisin és meded Allah, jaj istenem kiáltozása, nyöszörgése hallatszott mindenfelől de a vár is halottakkal és sebesültekkel volt tele, s a falak és álványok belül is pirosak voltak a vértől. A vitézek fáradtan, bágyattan hordták össze a sebesülteket és halottakat. A tisztek mosakodni mentek. Dobó maga is kormos volt, szakálla, bajusza, pörzsölt, hogyha a kapitányi acélsisakja nincs a fején, ember meg nem ismeri az orcájáról. És azon kormosan fogadta még a baba ágyú mellett a jelentéseket. Nálam 65 halott van és hetvennyolc nehéz sebesült. Öt mázsa puskapor fogyott el, jelentette Megcsei. Harminc halott és 110 sebesült, puskapor nyolc mázsa, jelentette Bornemisza Gergely. A törés javításán még az éjjel kell dolgoztatnunk. Három mázsa puskapor, 25 halott, valami ötven sebesült, jelentette Fügedi. S arcára tette a kezét. Te is megsebesültél? kérdezte Dobó. Nem, felelte Fügedi, hanem olyan fogfájás jött rám, mintha tüzes lánzsát forgatnának az arcomban. A jelentést mondók között Dobó megpillantotta Varsányit is. A kém dervis ruhában volt, s mintha piros kötény volna előtte véres a mellén, le a lába fejéig. – Varsányi! – szólt Dobó a jelentéseket félbeszakítva. – Jer ide! – Sebesült vagy? – Nem! Felelte Varsányi. A halottakat kellett hordanom lenna a törökök közt, míg be nem juthattam. Hát mi újság? Szalkai uram írt mindenfelé a vármegyéknek, meg a városoknak másodízben is. És nem jött még eddig senki? Jött innen-onnan, felelte Varsányi vontatott hangon, de összevárják egymást, hogy ne kivághassanak a töröknek. Dobó megértette, hogy Szalkai sehonnan se kapott feleletet. Mit tudsz a törökről? Négy napja lődörgök közöttük, hát tudom, hogy borzasztóan el vannak keseredve. Hangosabban, szólt felragyogó szemmel dobó. S a kém olyan hangosan ismételte, hogy a körülállók is hallhatták. A török borzasztóan el van keseredve. Az idő hideg nekik, élelmiszerük nincsen. Magam láttam a tulajdon élő szememmel, mikor egy nógrádi ember öt szekérlisztet hozott tegnap. Tálakban és süvegekben hordták széjjel. Még csak azt se várták, hogy tészta legyen belőle. Ették marokkal, úgy nyersen, ahogy a zsákokból kiszedték. De mi volt az ennyi embernek? Kristóf, szólt Dobó az apródnak, eredj a mészárosokhoz. A legénységnek a legszebb marhákból vágjanak. Minden ember pecsenyét egyék ma is, holnap is. És ismét a kémhez fordult. A janicsárok már tegnap erősen morogtak, folytatta a kén. Hangosan? A janicsárok morogtak, folytatta kiáltva Varsányi. Azt mondták, hogy az Isten a magyarokkal van, meg azt is, hogy ők hozzá vannak szokva minden hadiszerszámhoz, de pokoltűzhöz nincsenek hozzászokva. Ilyen tüzes csodákat, mint amilyenek ellen ők harcolnak, még nem láttak. Dobó egy percig szótlanul nézett maga elé. Egy óra múlva, mondotta, légy a palota előtt, vasmiklóst fogod elkísérni újra szarvaskőig. Azután sukánhoz fordult. Az öregnek be volt pólyázva a feje, orra, úgy, hogy csak a két szemürege meg a bajusza látszott ki az arcából. Mindazonáltal kemény, recsegő hangon jelentette. A mai napon húsz mázsaporunk fogyott el.